Üdvözöllek mindenkit itt az Ausztrália Magyarul szigetén! Hello, sziasztok! Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon, mi attól függ, hogy mikor nézitek. Ma nem más fogunk csinálni, mint el fogunk lopni, nem lopni, foglalni egy szigetet. És mostantól az lesz az Ausztrália Magyarul szigete. A múltkor mondtam nektek, hogy keresünk egy szigetet, találtam egy párat, úgyhogy úgy gondoltam, az egyiket elfoglaljuk. És mostantól az a mi szigetünk lesz. Így mindenkié. Ehhez pedig nem más kell, mint azt hiszem, hogy kellene készíteni egy zászlót. Nem tudom, milyen legyen az Ausztrália Magyarul zászló, de egyelőre fogok egy fehér pólót vagy valamit, és ráírjuk, hogy Ausztrália Magyarul. Kitűzzük a szigetre, és mostantól az lesz a mi szigetünk. Szekrény! Póló, látod, munkás pólók. Valami, lehet, hogy erre kéne, nem tudom, ez ilyen ágynemű húzat, nem hiszem, hogy feleségem örülne neki. Talán erre a póló, nem? Ez a pólónak a hátulja. Munkás póló, úgyhogy megfordítjuk, a hátulja az nem festékes, eléggé, úgyhogy szerintem ez jó lesz, és ezt nem, ide ráírjuk. Ideglenes zászlónak biztos, hogy jó lesz. De valakinek van valami jobb ötlet, hogy milyen zászló legyen, vagy akartok egy ilyet készíteni nekem, elkészítitek, elkülditek e-mailbe, az e-mail címet itt a videót megtaláljátok, én kinyomtatom, vagy valamit csinálok vele, és kitűzzük a szigetre. Nem kell más, mint zsírpéka. Egy ilyen, talán fogni fog rá. Kész van! Mi szóltok hozzá? Nem a legjobbra sikerült, de Ausztrália, Aus, Hun, magyar, magyarul, ugye? És... ezt biztos mindenki megérti. Ha más nem, mi biztos, hogy meg fogjuk érteni. Úgyhogy viszem ezt a... át kellett cserélnem ezt, látod? Na, viszem a zászlót. Egy ilyen ideglenes zászló. Ideglenes zászlónak szerintem jó lesz, jobb, mint a semmi. Megérkeztem ide, ki a... Kiltűzre érkeztem. Úgyhogy én most nem fogok fordulni, nem arra felé, hanem erre a másik irányba. Nem mutatom nektek, hogy melyik szigetet fogok elfoglalni. Kikötöttük! Üdvözlök mindenkit itt az Ausztrália Magyarul szigetén! Úgyhogy ezt a szigetet én azt mondom, hogy most itt el fogjuk foglalni. Egy kicsit körbejárunk, megmutatom nektek, hogy hogy néz ki. De először a legfontosabb dolgot kiveszem, ami nem más, mint a zászlónk! Na! Tiszták vagyunk! Kicsit vizes lett a lencse, mikor jöttem. Ugyanis bohozkodtam egy nagyon picit a jetskivel. Nem tudom, hogy mennyire lehetett látni a nagy hullámokat, amikor ment előttem a hajó, és így mentem fel rá, mentem le a hullámról le. Na, itt jöttünk, és ez egy sziget. Nem olyan túl nagy sziget, nem olyan túl pici sziget. Megmutatom nektek, hogy hogy néz ki a Google Map-en, és meg tudjátok nézni, hogy végül is hol a szigetünk. Tehát mostantól ez az Ausztrál Magyarul sziget. Legalábbis addig még nem találunk egy jobbat. Ha találok egy jobb szigetet, majd elfoglaljuk. De egyelőre én azt mondom, hogy maradok ennél.
nekem ez így tetszett, mert kicsit így kintebb van mindentől, nem olyan túl messze van a gólposztól, mégis a gólposzton van, de kicsit messzebb mindentől. Azért tetszett, de majd körbenézek arra felé is, meg minden felé is, ugyanis van sok-sok sziget. Amúgy, ha megnézitek a Google Map-en, majd megmutatom ugye, hogy hol van, és rákerestek, és találtok egy jobb szigetet, amit el kéne foglalni, akkor elfoglaljuk. És max ezt visszaadjuk. Nem is tudom, hogy kell elfoglalni egy szigetet. Szerintem senki nem fog szólni, hogy ez most a mi szigetünk, nem? Ide kirakjuk ezt a zászlót, és ennyi. Ha akarunk, most ide költözünk, aztán itt lakunk. Szerintem az életben senki nem kérdezné meg, hogy mit csinálunk itt a szigeten, miért itt laknánk, bár mi nem fogunk azért ide költözni. Bárki tudja. Lehet, hogy ide kéne jönni egyszer majd sátrozni, vagy kempingezni. Na innen, hova tűzzük ki a zászlót? Arra a fára? Vagy arra a másikra? Jaj, odamész, látod, hogy mennyi ilyen fa, mindenféle fajta dolog van. Amúgy ide szerintem senki rám nem jár. Egy pár szemetet lehet itt látni, hogy a víz kihozott. Például ott, hol van? Ott, látod? Ott lent olyan, arra szemét. De sehol senki. Nem úgy néz ki, ha valaki járna erre. Csak azt néztem, nem, hogy véletlenül belelépjek valami kavicsba vagy valamibe. Na, leraklak titeket addig. Kitűztem az ászlót, mutatom. Oda nézzél! Elég ilyen, nem szép ez a zászló. Én komolyan mondom azt, hogy kell csinálnunk egy zászlót. Úgyhogy ha valaki akar, csinálhat nekem egy zászlót, vagy nekünk, ugyanis ez a miénk, a csatornáé, tehát ez a tiétek is, ez a mi szigetünk. Ha valaki gondolja, csináljon egy szép zászlót, és ahogy mondtam, kinyomtatom, vagy én nem tudom, mit csinálok vele, és ki fogjuk tűzni ezt helyére. Ez jelenleg egy ilyen ideglenes zászló, azt hiszem. Legalább, hogyha valaki erre jár, tudja, hogy AUS, ugye Ausztrália, a Hun az meg ugye hát Magyarország, Hungary. Tehát ha akárki erre jár, tudni fogja, hogy Ausztrália magyarul. A csatornát nem is ismeri, de tudja, hogy ugye mit jelent. Úgyhogy ezt azt hiszem, hogy itt hagyjuk. Várjál! Szemetet elvesszük, hogy néz ki? Oda, arrébb dobjuk. Majd a víz úgyis, ide feljön a víz valószínű később. Nem hiszem, hogy el fogja vinni a zászlót, legalábbis nagyon remélem, hogy nem. Próbáltam jó kikötni, hogy ne fújj el a szél, meg semmi se. De hogyha találunk egy jobb zászlót, akkor úgyis azt fogjuk ide tenni. Ez a mi szigetünk! Na minden, én viccesnek tartom. Hoppá, lerúgtam egy kőbe. Tovább megyünk. Átmegyünk a túloldalra, megmutatom nektek a túloldalát is a szigetünknek, hogy az hogy néz ki. Várjál. Szerbusz zászló, maradj ott. Remenj sehova, és legközelebb jövünk, megkeressük, hogy megvagy-e még. Remélem, hogy nem fúj el a szél. Na menjünk. Toljuk a jetskit befele a vízbe. Az szerencsére nem olyan nehéz, elég könnyű. És mielőtt beindítom, meg rakok bele zenét, múltkor valaki mondta, hogy indítsam be, mert akarja hallani a hangját, meg hogy indul be. Úgyhogy most mielőtt rá lépünk, kirázzuk belőle a homokot. Na, bedugjuk ezt a izét, látod? Pirossal pedig beindítjuk. És ilyen a hangja. Én most átmegyek a túloldalra, amit levettem innét a kamerát. Azt mondom, nem lesz ez így jó, mert állandóan elcsúszik ide, oda csúszik mindenfelé, meg hogyha meg akarom fordítani a kamerát, akkor nehéz leszedni. Na mindegy, na menjünk. Ez még mindig a mi szigetünk, de megfordulunk, és körbe megyek vissza, megmutatom nektek, az már nem a mi szigetünk, az valaki másé. Átérkeztünk. Elmentünk a homokra. Kiszállunk. Megjöttünk. Meghúzzuk a jetskit, hogy elvigy a víz. Megjöttünk. Ez a másik oldal a szigetnek. Ahogy nézem, ezen a szigeten itt vannak az őslakosok. Mutatom. Ott szembe. Látjátok? Ott sétálnak. Bár lehet, hogy itt el fognak menni, lehet, hogy nem itt laknak, de ki tudja. Biztos sok madár lakik itt, meg még ki tudja, milyen állat. Egyszer fel kéne fedezni ezt a szigetet, komolyan mondom, be kéne menni, hogyha annyira nem félnék. Ugye félek a kígyóktól, meg a sok hasonló dolgoktól. Komolyan mondom, olyan benn lennék, hogy átsétáltam volna. Amúgy, oda néz, látod, mennek azok a nagy hajók, de olyan szépek. Ha nem tudod, tudtátok-e vagy nem, de ott látjátok azt a másik szigetet, ahol vannak a házak. Az a Gold Coastnak az egyik legdrágább helye. Ott több ilyen millió dolláros házak vannak, rettentő drágák. Na mindegy, majd egyszer maga számolják arra, megmutatom nektek, bár kapu mögött van, úgyhogy nagyon nem lehet bemenni, de majd megpróbálkozok vele. Szoktunk néha ott dolgozni.
Azért nem olyan pici ez a sziget, nézzétek, odáig el lehet gyalogolni az egészet jó körbe. Már az egészet körbe nem lehet legyalogolni, ugyanis ott folyan ilyen fás növényzet, bele kellene menni a vízbe. Amúgy a víz most elég jó fent van. Általában, hogyha lent van, akkor egy jó pár méterre ugye lejjebb van. Na mindegy, akkor megpróbálok máskor is itt kikötni ezen a részen, ugyanis ez a része szebb, azt hiszem. Szebb ez a része. Látod milyen fa? Ilyen szép fehér. Lehet, hogy ide kellett volna tenni mégis az zászlónkat. Azon a fán, látod? Jobban lengedezett volna, mint ott a túloldalt. Lehet, hogy vissza kéne értelemben és ide kifűzni. Na minden van, meglátjuk. Átsétálok egy darabig. A jetski marad itt, nem hiszem, hogy el fogja vinni valaki, mármint a hullám. Ó, várjál! Jön a jetski, jönnek a hullámok. Még a végén elviszi! Azt a legelső dolog, amit kell majd csinálnunk, nem más, mint egy kikötő. És ha jönnek ezek a nagy hajók, a hullámok, elviszik a jetskit, vagy a hajónkat. Na, úgyhogy itt a jetskinek nem jó helye. Végülis azért kötöttem ki legelőször a túloldalra, mert gondoltam, hogy ha jönnek ezek a nagy dögök, rájön a hullám a csónakra, vagy a jetskire. Minden, ne értem megfogni. Aztán visszamegyem a jetskit, aztán megyünk tovább, ahogy mondtam. Gondoljátok, nézzétek meg, hogy ha találtok valami másabb szigetet, valami jobbat ennél, vagy melyiket kellene megnézni, akkor írjátok meg ide a videó alá kommentbe, és elmegyek, megnézzük. Ha nincs olyan túl messze, ha túl messze van, akkor nem hiszem, hogy el fogok tudni menni, de valahol itt a közelbe, ugye a környéken, ahol lakunk. Amit láttam, delfint itt előttünk, mindjárt jön a vízből, figyeled, talán meg tudom nektek mutatni, lehet, hogy el tudjuk simogatni, bár nem hiszem, az előbb azt hittem cáp, akkor ott kijött kettő, látjátok? Itt jönnek, én látom, hogy sötét a víz, ott jött ki, láttad? Egy, oda néz, nem bántjuk őket, ott oda nézzél, te! Nem tudom, láttátok-e vagy nem rendesen. Talán itt jönnek ki előttünk valahol. Lehet, hogy most megzavartam őket. Itt oda néz! Azta, te! Ott a delfin! Kellett volna hozzá egy labdát játszani velük. Nem, nem az a kutya, várja. Mivel játszik a delfin? Halacskával, halat kellett volna hozni. Lassan kikötök itt ezen a szigeten. Mutatom, látjátok? Nem tudom, hogy nem látni a kamerán szerintem, de ott egy valabi. A valabi az olyan, mint a kenguru, csak már mindjárt megmutatom, megpróbálok kikötni. Egy kicsit sekély a víz, sok helyen itt nehéz kikötni, ugyanis nagyon sok kavicsos, köves, meg mindenféle fajta dolog van a víz alatt, és ugye fent tudsz rajta akadni. Például ott, ahol sötétebb a víz, az most vagy nagy kő, vagy hínáros, bár nem tudom, na várjál. Ott van, nézd! Jövök lassan, nem akarom megijeszteni, ugye? Elmegy! Elment. Elment. Na mindegy, azért kikötök, megnézzük, hát van még itt egy pár. Bemutatom nektek azt is. A delfinek az előtte, komolyan mondom, amikor legelőször megláttam, mondom, te cápa! Ott mentem mellettem, hogy egy pár méterre. Azt utána megnyugodtam, megint feljöttek, és akkor kapcsoltam be a kamerát, mutatom nektek. De... Már ide besétálunk. Azért nem azt gondoltam, hogy ezt a szigetet foglaljuk el, ugyanis látjátok a hajókat is, sokan vannak. Ez ilyen nagyon nagy sziget, ide kiszoktak jönni hétvégenként az emberek, meg hétköznap is. És itt vannak amúgy házak is, meg játszótér, meg lehet itt kempingezni, hogy látjátok, hogy még autóval is lehet menni.
A jetskit azt hiszem, addig ott hagyom. Kicsit besétálunk. Amúgy itt is vannak ám állatok, mindenféle fajták, amitől én félek, például kígyók, gyikok. Látjátok, ide fel szokott jönni a víz, ott az egész víz alatt szokott lenni, lehet látni. Ott ül bent, lehet, hogy nem látjátok, de ott ül bent a fa, két fa között. Lehet, hogy a másik kamerát kellett volna elhozni mégis, és nem akartam, hogy vizes legyen. Na visszajek a jetskit, azt hiszem, hogy iszok egyet, mert kezdem megszomjazni ebben a melegben. Amúgy elég jó idő van. Gondolod, hogy jetskis videót fogok mostantól készíteni a csatornára és a magyarra, és a múltkor ugye kérdeztem, hogy mit szeretnétek látni, meg mit nem, és ugye végül is mindenki mondta, hogy azt szeretnétek látni, amit én szeretnék ugye filmezni. Mindenki az milyen videó, mert aki szereti a csatornát, meg a videóimat, ugye úgyis meg fogjátok nézni. Van pár ötletem, hogy a legközelebb videóban meg fogom veletek osztani, de ezen túl lesznek itt is ilyen jetskis videók, ugyanis ezt mondtam, hogy eljövök ide ki, és annyi mindent lehet látni delfineket, ugye nem kell menni a vidám park vagy a vizes vidám parkba, hanem ide kijössz és élőben látod az igazi delfin, nem amit ugye oda bezártak, meg a kengurukat, a valabikat, hova lépkedek. Jövök ki a jetskivel, egy párszor ki fogom hozni a kamerát és megmutatom nektek ezeket az érdekes dolgokat. Na várjál, visszajövök, aztán elveszem azt a kólát. Én megiszom a kólámat, aztán utána elmegyek én a jetskizni valamerre, aztán majd lassan hazamegyek, ugyanis a Davis ugye most elment aludni, és az, hogy megyek körbe-körbe a jetskivel, nem tudom, hogy mennyire élvezitek, vagy mennyire nem, úgyhogy lehet, hogy azt a részt kivágom belőle. Ez a videó lehet, hogy nagyon picit hosszabb lesz, vagy hosszabb lehet, majd meglátjuk, majd megpróbálom ugye egy kicsit levágni, hogy nagyon túl hosszú, de azon, hogy sokat tudok beszélni. Álljunk fel! És nem szeretek egy helybe ülni, meg semmit tenni, ugye mindenki tudja, aki nézi a videóimat, hogy mindig szeretek menni. Hogy ameddig iszok, addig pihenek, meg járkálok egyet itt. Más nem mutatok nektek valami érdekes dolgot, hogyha valamit láttuk, hogy jetski ott marad, megint nem hoztam kötelet. Múltkor is elfelejtettem, kézzel a múltkor kijöttünk apukámmal ide, megittem ugyanígy a kólát, mire oda visszaértem, tehenek, annyira kellett menni WC-re, csak az volt a baj, hogy ez a gumiruha van ez alatt, hátul van a cipzárja, és az egészet le kellett venni. Itt volt egy WC, ami le volt zárva, vagy milyen, nem tudom. Vissza kellett mennem a leges-leges oda vissza be arra felé oda a házakhoz. Találni egy WC-t ott az egyik parkba és kigobozni magamat. Mondjuk vicces volt, hogy nem nekem. Ha le kellett magamról mindent szedni, mert majdnem bepöslantottam már. Próbálok nem olyan túl sokat inni, csak nem lehet visszarakni, mert ennyi. Ugye kiburul belőle. Na nézzük, mi van itt. Na, látod? Itt kempingezni nem lehet, oda van írva. Azon a felén ott lehet kempingezni, ahol vannak ott a hajók. Múltkor pont ott láttunk valakit kempingezni, meg azt mondta ott a túl felén, hogy itt miért nem lehet kempingezni, fogalmam nincs. Nem találtam semmi érdekeset itt, hogy a messzire nem akarok elgyalogolni. A legközelebb megmutatom ott is, hogy mi van. Úgyhogy azt mondja ezt, hogy kólát gyorsan befejezem. Nem mondjam itt a szemetet, mert nagyon megbüntetnek, hogy észreveszik, hogy én voltam, meg amúgy csak akarsz szemetelni. Visszaberakom a jazzkinek az ülésre, ha azt hozzá viszem. Itt szoktak lenni kukák, de nem találtam sehol egyet, csak pedig azt kerestem hátul, ahol lesz. De itt nincsen semmi. Na ugye, hogy gyorsan elököm, aztán ha nem látok semmi érdekeset, akkor otthon találkozunk. Ahogy látjátok, az a szerencsé, hogy ma bekentem magam ilyen napolajjal, vagy tejjel, vagy mivel. Nem is ilyen, a feleségem bekente a fejemet, úgyhogy annyira talán nem égtem le. Hát, egy kicsit elfáradtam. Nem is a jetskizésből lehet elfáradni, hanem látod, hogy ott a vízből fel kell ide húzni. Ma jó nap volt, de általában a víz, mikor kiszoktam menni a munka után, ott van len, ott. És onnél fel kell idáig húznom a jetskit. Nem az a baj, hogy nehéz. Végülis az, hogy nehéz, nem az, hogy nehéz, hanem mindenhol beragad abba a sárba, tehát próbáltam lerakni mindenféle fajta ilyen dolgot oda a sárra, ilyen lapokat, hogy ne ragadjon, mindig rángatom, meg húzogatom, de utána ugye le kell mosni a jetskit, ki kell mosni a jetskit, mindenféle fajta dolgot kell csinálni a jetskivel, most ott szárad, utána be kell fújni egy ilyen WD-40-nel, hogy ugye ne rózsdáshagyja, legalábbis én azzal szoktam befújni, tudom, hogy van valami másik fajta spray-sá, jelenleg én azzal fújom, mert az volt itom, úgyhogy kész van! Most már csak ne kell takarni, majd egy kicsit később, most hagyom, hogy hadd szárni egy kicsit. A Davis az jelenleg nem más néz, mint a Hotel Transylvania, ott van, látod? A Davis meg itt van, itt nézi, megközben, mit csinálsz? Te kettőt nézel egyszerre, nyuszi? Ami most ébred fel, ilyenkor, ja, nincs rendesen még magánál. Te,
Úgyhogy ezt a videót én azt mondom, hogy lassan befejezem. Én is sok érdekes dolgot most már nem fogunk csinálni, amely gyorsan lezuhanyzok, aztán meg fog ebédelni. Nem sokára jön haza a Lucas az iskolából. És holnap majd biztos valami megint érdekes dolgot fogunk csinálni. Úgyhogy gondoljátok, ide a videó alá az e-mail címre küldhettek nekem Ausztrália magyarul zászlót. Hogy hát valakinek van valami ötlete. Azt mondom, hogy kicseréljük. Hogyha találtok egy másik szigetet, ide írjátok meg, hogy hova menjek el. Vagy ha nem is találtok, csak írjátok meg, hogy mit szeretnétek a vízen legközelebb látni. Ugyanis vannak sok érdekes ilyen elhagyatott hajók. Lehet, hogy nem elhagyatottak, de úgy néznek ki, mintha hogy már ott állnak vagy 10-20 éve. Nem hiszem, hogy rá szeretnék menni, de meg tudom nektek mutatni. Vagy keressünk delfint, vagy cápát, vagy kimenjünk az óceánra, te! Én ott rettentően félek kimenni, de meg fog vele majd próbálkozni, mert miért ne oda kimegyünk aztán, hogyha nincsenek olyan nagy hullámok, és na minden, ma meglátjátok, vagy ha valakinek van valami ötlet, hogy merre menjünk legközelebb, ide a videó alá írjátok meg, úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani, sziasztok!